Holnap kezdődik a negyedik műtárgyak éjszakája rendezvény sorozat, ahol közel 50 helyszínen 100 programra látogathatnak el az oda látogatók. Erről is a részletekről beszélgetünk Szabó Andrea projektmenedzserrel. Szia, nagyon sok szeretettel köszöntünk. Sziasztok. Hát, hogy Dóri említette, ugye ez már a negyedik alkalom, hogy 3 napon át várjátok az érdeklődőket, a látogatókat. Idén milyen különlegességekkel készültetek? Az idei évnek már az is a különlegesség, hogy a szokásos tavaszi időpont, tavaszi nyárali időpont helyett ősszel rendezik meg a sorozatot, de ez nem tántorított el minket, hogy az idei évben sem maradjon el. Az idei év újdonsága és minden évben egy új dolog az, amikor új helyszínek csatlakoznak a programunkhoz. Ki tudom emelni az idei évben a Kassák Múzeumot, a Rád György villát, ahol például a szecessziós nők stílusáról, életviteléről tudhatnak meg többet, a Fiatal Iparművészek stúdiójáról, a Fiatal Képzőművészek stúdiójáról, ahol mindig fiatalok, frissen pályakezdő alkotókkal, workshopokra, előadásokra, műteremlátogatásokra látogathatnak el a résztvevők. Ezen felül megnyílik az Art Factory műteremház, ahol szintén az alkotó folyamatokba pillanthatnak be az odalátogatók. De jó, akkor ez ilyen kulisszatitkos is lesz tulajdonképpen, akkor backstage-be úgymond be lehet menni. Igen, már az első évben az volt az egyik célkitűzésünk, hogy az embereknek megmutassuk ezeket a kulisszatitkokat. Bevihessük őket picit a színfalak mögé. Számos olyan programunk van, ahol aukciós házakban, galériákban megmutatják az aukciók, raktárak titkait, az emberek kérdezhetnek a kurátoroktól, és mindig egy nagyon-nagyon jó hangulatú beszélgetés kerekedik a programokból, ahol mindenki közvetlenül segítőkészen válaszol, és szerintem nagyon elégedetten szoktak az emberek hazamenni. Te már negyedik éve vagy ennek a projektmenedzsere. Mit látsz amúgy a résztvevőkön? Milyenek a visszajelzések? Mert így, hogy most ezt mondtad, hogy ilyen backstage járás, és nem tudom, hát ez nagyon izgalmasnak hangzik. Szuper visszajelzéseket kapunk, minden évben kérünk véleményeket, ahol újabbnál újabb programokat is javasolnak, ezekből igyekszünk a lehető legtöbbet beemelni a következő év programjába. Többször előkerült már az, hogy vidéken miért nincsenek programok. Én ezt abszolút meg tudom érteni, hogy hiányolják. Az idei évben ugye a vírushelyzetre való tekintettel az online programok megsűrűsödtek. Mi is próbáltunk ezzel is, és a vidéki, vagy az nem itt élő emberek számára is egy picit kedvezni, és előadásainkat most online is megtekinthetik. Ezt egyébként hogy kell elképzelni, hogy mondjuk a múzeumba be lehet így kapcsolódni, vagy milyen programok lesznek ezek az online? Nem, ez úgy néz ki, hogy vannak előadások a Kubik közösségirodában, ott igazából az előadó párhuzamosan látszik egy Zoom programon a hallgatókkal, és ugyanazt a PPT-t látják, ugyanazt az előadást hallgatják, ugyanúgy fel tudnak az előadás végén kérdéseket tenni. Itt olyan témákra lehet számítani, mint Frida Kahlo és a fotográfia, ami szerintem egy abszolút sikertéma, Fabergé életútja és sikerei, vagy kortárs porcelán restaurálás problémája és a hamisítás, ami gyakorlatilag kihagyhatatlan program pont az évek során. És idén fontos missziótok, ugye, hogy a fogyatékkal élők számára is kedveskedtek, vagy külön figyelmet fordítotok, ez hogyan fog megjelenni a gyakorlatban? Igen, ez többször felmerült már, illetve személyesen is kaptunk olyan megkeresést, hogy fogyatékossággal élő emberek melyik programjainkra tudnának ellátogatni. Nem volt jó érzés, hogy ez nekünk is gondot okozott, hogy mi magunk mit javasolnánk neki. Ezért az idei évben úgy döntöttünk, hogy szakértő segítségével alakítunk, illetve a helyszínek segítségével olyan programokat, amelyek akadálymentesítettek a fogyatékossággal élő emberek számára. Így lettek siketek és nagyot hallók számára tárlatvezetés, értelmi fogyatékossággal élő emberek számára kreatív alkotás, és szintén egy egyszerűsített nyelvezetű tárlatvezetés, vakok és gyengénlátók számára pedig érembemutató. Az egyik főszereplő idén Színyeinek a lila ruhás nője. Ugye a nagy követelet tulajdonképpen. Igen, nekünk magyaroknak szerintem ez olyan, mint a Mona Lisa. De miért pont ráesett a választás? Igen, ahogy mondtad, így őt a magyar Mona Lisa-ként is emlegetik,
Igazából azért választottuk őt, mert pár évvel ezelőtt már szintén becsekkolt a műtárgyak éjszakáján. Egy olyan helyszínen van a Magyar Nemzeti Galériában, ahol minden évben van programunk, és mi szervezők is, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen nő alak, egy ilyen nagykövet hitelesen és szépen tudna az eseményünket az Instagram oldalon is nagyon képviselni. Nagyon szépen köszönjük. Akkor csütörtök, péntek, szombaton, tehát műtárgyak éjszakája. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, és várjuk titeket is szeretettel.